középen Kovács, illetve Mecsinovics játszik, és Piller pedig a bal hátvéd posztján ügyködik majd, szorgoskodik a második félidőben, így változott, vagy alakult át az egri védelem. Egyébként nem volt csere egyik csapatban sem. 1-1 tehát, és 10 emberrel játsza végig a második félidőt az Eger együttese. Kovács rúgta ki a labdát oldalra, aztán Balogh csúszott még oda. Dobrics. Közben már a játékvezető szabadrúgást jelzett. Igen, amit Molnár Matyi is említett Knakel esetében, az a bizonyos debreceni mérkőzés, ott fölpörgött a labda Knakel lábán, és aztán szinte behullott Brilliák kapujába, egy nagyon szerencsétlen gól volt, de kétség kívül öngól. Balogh szerez labdát. Hopp, nem volt veszélytelen, mert aláfutott egy picikét ott a honvéd játékosa Tandia, és Vujovic majdnem bele tudott fejelni a labdába. Marco Rossi, gondolom, hogy ha ennyi maradna, egyből visszafejelte Ignjatovics. Ott egy szabálytalanság a játékvezető orra előtt, Piller követte el. Egy biztos, hogy lesz dolga bőven az egriek védő sorának, védő négyesének, és vélhetően Darko Brilliák kapusnak is a második játék részben. Feltételezhetően az egriek elsődlegesen majd a kontrákra fognak építkezni. Ogá. Ogá dobja be a labdát. Hidi adta neki a tanácsot, hogy inkább Ignjatovicshoz, ő üres, szabad területen van. Tandia. Barát. Vécsei szabadult volna az őrzőjétől, de inkább hátra került Tandiához a labda. Ignjatovics. Még vezetheti Ignjatovics, hiszen bőven van előtte terület. Nem nagyon vitte tovább a labdát, meggondolta magát. Moga. Kicsit csínbe tette. Egri lábról ment ki a labda, Moga végzi el a bedobást. Hidi. Átteszi a másik oldalra, Vécsei, de ennyire nem pattanhat el labda átvételnél a labda, mert Balogh azonnal kirúgta előle. Barát elvégezte a bedobást, minden mezőnyjátékos gyakorlatilag ott tanyázik most az egri térfélen. Abbas nem tudott igazából belecsúsztatni rendesen a labdába, Brilliák. Ugye a gólszerző német Norbert, aki vasas játékosa volt, a Honvédban nevelkedett, tehát azért ennek személyének külön pikantériája ez. Tehát gyakorlatilag volt csapata ellen tudott gólt szerezni. Ez nyilvánvaló szabálytalanság, és érdekes módon a játékvezető nem fúj semmit. Pont ott a kispesti tábor előtt, a honvéd tábor előtt történt az eset. Vujovics. Most sem születik ítélet. Abbas irányába ment a labda, bravúrosan bele tudott még Kovács csúsztatni fejjel. Itt pedig már Mecsinovics szelidíti meg a labdát. Nem könnyű most kihozni. Farkas nem tudta lekezelni. Moga. Hidi. Alá nyúl a labdának, eléggé hosszan rúgja meg. Délceg próbálja megkerülni emberét, és meg is tudja szerezni így a labdát. Délceg. Moga lőheti egyből középre. Át a hosszú oldal irányába, de olyan magasan szállt középre a labda, olyan magas íve volt a beadásnak, hogy Brilliáknak bőven volt ideje rámozdulni. Tandia.
Vujovic veszélyeztetett csak egyedül. Vancic próbálja szervezni, most irányítani, fazont adni a Honvéd játékának, támadásának. Vécsei Barát erőből lőtte be, amit aztán kifejeltek az egriek. És itt is lap lesz, már nyúl is a zsebéhez a játékvezető. Osztogatja rendesen azért most már a lapokat Berke Balázs, ezúttal King kapott sárgát. Összecsapott szépen Vujovicsal, a lassítás is mutatta, hogy nem véletlenül van Vujovic a földön. Közben a Kaposvár megszerezte a vezetést Pakson. Egyelőre még ápolják az egriek támadóját, Vujovicsot. Tudja folytatni, úgy fest a játékot, bár sántikál egy picikét, de miután bent ápolták, így aztán el kell hagyni a pályát egy időre. Itt van ugye német Norbert gólja, amikor Hidit gyakorlatilag gólpaszt adott neki, itt pedig már Délcek találat a büntetőből, és ezzel a két góllal alakult ki a jelenlegi állás, az 1-1-es. Vécsei visszatérhetett időközben, Vujovic engedélyezte a játékvezető. Abbas vitte. Barát. Messze van még a kaputól, onnan nem lehet lőni, vagy lehet, csak értelmetlen. Hidi. Középre lövi, azonnal kivágja Piller onnan. Ignjatovics fejelte tovább, Hidi elé pattan a labda. Vécsei. Barát. A Honvédnál egyébként hamarosan csere lesz, miközben Barát fordulhat rá, és lövi kapura a labdát, és megszerzi a Honvéd a vezetést. A Honvéd bal hátvédje, a Barát szerzi a gólt a második félidő elején, és így fordul a kocka. 2-1 tehát a Fáj utcában a Honvéd javára. Az előbb még távol volt Barát a kaputól, onnan nem lehetett lőni. Most viszont teljesen szabadon veszi át, azonnal ráfordul, és rögtön kilövi a hosszút. A kapufa mellett épp hogy befér a hálóba. Brüliák vetődik, de nem éri el. Nem tudott beleállni, belelépni ebbe a lövésbe. Kovács nem tudta blokkolni, kapus sem érte el. 1-0-ra vezetett az Eger, de most már a Honvéd vezet 2-1-re. Moga helyére Fagyas Milánt küldi pályára, közben Marco Rossi. Ez nem ennek a gólnak a fejleményeként következett be, hiszen a gól előtt már készen állt erre a cserére a Honvéd. Ignjatovics. Ennek a cserének az a következménye egyébként, hogy King lépett hátrább, és a most beállt Fagyas játszik előtte. Ivancsics. Piller. King. Fagyas. King újra. Ignjatovicshoz juttatja. Ivancsics, 10. perc a második fél időben, 1-2 tehát, Fagyas. Hát tovább játszott Abbas a labdát, abban a hiszemben, hogy majd Fagyas követi ezt az akciót méghozzá lendületből, de Fagyas megállt. Cserélni fog a másik oldal is, látható. Brüliák rúgja előre, King fejelt el. Ivancsics, Fagyas
próbál gyors lenni. Hopp, Brüljak mekorát hibázott, üresen marad a kapu, de az volt a szerencséje Brüljaknak, hogy ott volt még Piller, és így aztán elakadt a gulítás a védő lábában. Elrúg majdnem a labda fölött Brüljak, hát lyukat nem rúgott be, hozzá tudott érni. És itt akadt el végül is a lövés a védőben. Itt pedig egy emelés, amit Kemenes könnyedén hárít. King. Kabele fog majd beállni egyébként. És német Norbertet fogja lehozni Simon Antal. Ez lesz a cseréje az egrieknek. Ivancsics. Nagyon jó labda volt Délcegnek, jól is vette át, megy előre, vár Délceg, hogy jöjjön King. King jött is, de elveszítette a labdát. De jelzi a játékvezető, hogy miután elveszítette King, szabálytalanul próbálta visszaszerezni, szabadrúgás, ez viszont alkalmat és lehetőséget teremt a cserére. Német Norbert helyére, tehát Kabele áll be. Hát ez nagyon komoly hátránynak bizonyult az Eger számára, hogy egyrészt ugye 11-esből egyenlített a honvéd, és annál a szituációnál hát kiállította a játékvezető, nem... Itt van német Norbert gólja közben. Ignatovics, Bécsei, Ivancsics, jó nagyot bikázott bele, de még Délceg el is érheti a labdát. Megoldotta azonban szépen, szorult helyzetben volt ugyan Kovács, de végül is az övé lett a labda. Dobrics, Kovács. Hú, de alászaladt a labdának közben Tandia. Abbas hátára pattan az indítás. Kovács. Így került oda Vujovic elé. Farkas próbálja meg elérni, Farkas nagyon gyors, nem esélytelen. Hát próbálkozott egy trükkös megoldással, hogy miközben lendületből fut kifelé, valahogy a sarkára varázsolja, és így bent tudja tartani, nem jött össze. King. Ugye maga lecserélésével King játszik most jobb hátvédet a honvéd csapatában. Farkas. Nagyot koppant, idáig lehetett hallani. Kéri a játékvezető, hogy csípszóra végezze majd el Farkas a szabadrúgást. Most már megfelelő távolságban van a kéttagú sorfal a labdától. Még csípszót nem lehetett egyedül hallani, most már azt is. Farkas. És ez a labda Kemenesé lesz. Mondom, a nyolcadik forduló óta nem tud bajnoki mérkőzést nyerni a honvéd csapata. Most nagyon-nagyon közel került ehhez már Rossi együttese. Az elmúlt fordulóban döntetlent játszott Győrben, az Etó Parkban. Az kimondottan sikerült, hiszen a Győr bajnok esélyes csapat. Hidi. Ivancsics. Vécsei. Rosszul tette vissza a labdát. Gyorsan elvégzi a pardobást az Eger. Tandia szabálytalankodik. Gondolom Simon Antal azt reklamálja, hogy lapot neki. És kap is sárga lapot Tandia ezért a szabálytalanságért, már ott van a játékvezető kezében. Most már a honvédban is vannak játékosok, akiknek oda kell figyelni a folytatásra, nehogy két sárgával kiárítás sorsára jussanak, vagy jusson valaki. Ez most jó lehetőség minden esetre az Eger előtt. 15. perc a második félidőben, Farkas Ádám a labda mögött.
Nagy mozgolódás kezdődik mindjárt. És szabad rúgásból lesz végül is egy szöglet, ezt is majd Farkas végzi el. Ez egyébként az első szöglete az Eger csapatának. Kemenes mozdul ki, nem merte fogni, kiöklözte inkább a mezőnybe, és aztán kapura durrantotta azt Piller jó messziről. Hát valószínűleg, ha a Honvédnak sikerülne egy újabb gólt lőni, az megpecsételni az egriek sorsát. Ignjatovic. Újabb csere az egrieknél, Albert Ádám áll majd be. Ő egyébként csereként játszott az Újpest elleni mérkőzésen, és ráadásul nem is nyújtott rossz teljesítményt. Ivancsics. Megcsípte még Barát a labdát. Piller. Ivancsicshoz került a kifejelt labda. Kingnek kellett visszafelé mozogni érte. Fagyas. Délceg vissza Fagyasnak. Eddig szép játék a Honvéd részéről. Ivancsics. Barát. Ivancsics. Abbasson egy picikét taszítanak. Brilliak. Egyelőre nincs játékon kívül a labda, tehát nem tud cserélni Simon Antal. Ivancsics. Vécsei. Rossz az indítás. Balog. Mecsinovics. Kimondottan pontatlan, Ignjatovic, mint a mágnesként vonzotta volna a labdát. King, Fagyas. Megpattant a labda, így nem jutott el végül is oda, ahova szánta Fagyas. Farkas, Ignjatovic. Vécseitől pattant most el. Dobrics kéri, de nem előre jut végül is a labda, hanem hátra. Pavicevic játszotta tovább, lehet, hogy Pavicevicnek ez volt az utolsó megmozdulása, mert hogy őt fogja majd lecserélni Simon Antal. Tandia. Ivancsics. Ivancsics még vezeti, aztán Abbas. King, Fagyas, Idi, jól lőtte át végül Vujovic feje fölött a labdát Baráthoz, Ivancsics, King, nehéz lesz elérni, de megvan, King gyönyörűen csinálta meg, Piller mellett, de nem tudta már jól beadni. Nagyon-nagyon kis területe volt Kingnek arra, hogy tovább tudja vinni a labdát, de tovább vitte. Pillert alaposan becsapta itt ezzel a mozdulattal. Próbálta kifelé lökni őt Piller, de nem sikerült. King. Ő végezte el a bedobást. Délceg. Ott van még Abbas előtt. Fagyas. Földre kerül, nincs szabadrúgás. Na, vajon Vujovic egy ekkora hátrányban le tudja futni a védőt? Nem. Meggondolta magát Simon Antal, úgy tűnik, mert visszaül a helyére ott Albert. King. Idi. Ivancsics.
óriási fölényben, labdabirtoklási fölényben a honvéd. Abbasi jött vissza és szerezte meg, Délceg. Ott az üres ember, Barát, a második gól szerzője. Ignjatovic. Ivancsics. Barát azonnal Délceghez. Ezért függetlenül attól, hogy nagy-nagy mezőny fölényben játszik a honvéd, olyan sok helyzetet nem tud kialakítani Brüliák kapuja előtt, de hát vezet 2-1-re. Ignjatovic. Kós Gábor fog majd végül beállni, nem Albert. Megváltoztatta eredeti szándékát Simon Antal, és ez azt jelenti, hogy az ő beállásával majd Gorán Vujovic fogja elhagyni a pályát. Tehát a támadó poszton megint változtat Simon Antal. Kemenes. Barát jó reagált erre a kapus megmozdulásra. Eléggé feltolta a csapat szerkezetét, egységét az Eger, de hát hiába a labdát nem tudott megkaparintani a hazai csapat. King. Jancsics. Hidi Ignjatovic. Fandia. És már visszavonulót fújt az Eger. Picit hosszú volt az indítás, Brilliak mozdult rá. Szép csel volt, és volt némi visszahúzás, ezt ki is szúrta a játékvezető Berke Balázs. Szabadrúgás, és akkor most jön a csere. Itt Vécsei követte el a szabálytalanságot. Tehát Vujovic elhagyja a pályát, Kós Gábor áll a helyére. Ugye Szekeres Péter kollégám készítette azt az interjút még a mérkőzés elején. Így aztán megúszta végül is a cserét Pavicevic. Barát. Kovács már nem tudta úgy megoldani, hogy abból passz legyen saját játékos társához. Így aztán kirúgta a labdát játéktéren kívülre. Barát belvégezte a pardobást. Hátul Tandia, Ignjatovic. King. Fagyas. King, Ignjatovic. Nagyon jó zárja a területet az Eger. Hidi. Csak hát 10 emberrel kimerül a védekezésben a egri csapat tudománya. Farkas meg tudta tartani a labdát. Pavicevic. Dobrić. Balog, Kovács. A vita eldöntve, az asszisztens jelezte, hogy honvéd dobás, a tartalék játékvezető pedig már tartja is a táblát a magasba. Nevezetesen, hogy Vécsei fogja majd elhagyni a pályát a honvéd együttesében, és Nagy Gergő lesz az, aki beáll a helyére. Ignjatovic. Hidi. Gyerünk már, mondja egy szurkoló a kispesti táborból.
Ivancsics. Kétségtelen nem könnyű játszani egy felállt védelemmel szemben. Nem is nagyon találja a lehetőséget most a Honvéd, hogy hogyan lehetne eljutni az ellenfél 16-osáig. Olyannyira nem, hogy most egészen hátra került Kemenesig a labda. Ignjatovics. Egyetlen egyben bízhat az Eger, és gondolom abszolút erre is játszik Simon Antal csapata, hogy levédekezi, kivédekezi a Honvéd próbálkozásait területvédekezéssel, aztán egyszer csak sikerül összehozni egy olyan kontrát, aminek a végén gólt szerez a csapat, és akkor egy X-el 10 emberrel már elégedett lehet a vidéki együttes, csak hát nyilván ez elméletben egészen más, mint mondjuk majd gyakorlatban. Ahhoz kell szinte tökéletes helyzet kihasználás, mert túl sok lehetősége azt hiszem nem nagyon lesz az Egernek. És hát a helyzet kihasználása mondjuk az Újpest elleni mérkőzésen például nem volt túlságosan jó Simon csapatának, hiszen 1-0-ás Újpest vezetést követően nagyon sok lehetőség nyílott az egyenlítésre. Délceg. Nagy Gergő. Fagyas. Ivancsics lőheti rá labdát, kimondottan kellemet volt abból a szempontból, hogy pattant egyet a kapus elő, de nem pattant ki Brüliákról, aki viszont a kirúgást eléggé elmarkotta most. Honvéd szurkolók dalolásznak vígan. Még az volt a szerencse, hogy nem tette bele sem a kezét, sem a fejét Kovács ebbe a lövésbe, pedig nagyon mozdult rá. Abbas, Piller rúgja előre, Tandia, Piller csukafejessel, Délceg, fennakadt ellenfelén, és aztán King kezelheti le a labdát, és gurítja be középre, Hidi. Ez kezezés, és ez sárga lap. A játékvezető széttárja a karját, hát ő nem tud mit csinálni, hogy a szabálykönyve az van leírva, hogy kezezés és szándékos kezezés és sárgát kell adni, akkor annak szellemében kell eljárnia. Barát Botont kapott sárgát, a gólszerző tehát. Kovács, ő végezte a szabadrugást. Kabele. Hoppá, Kemenes épp hogy. Bele paskolt a levegőben, és aztán így maga elé tudta ütni a labdát. Farkas tanyázott ott mögötte. Piller játsza tovább. Aztán egy másik cserejátékos, Kós. Ott pedig már Pavicevic. Kabele. Még mindig Kabele. Ez jó lehetőség. Középre befejelte a labdát Kós, csak egy picikét hosszan. De hát eljutott végül is a kapuig, az ellenfél kapujáig az Eger. Meg is tudták ott játszani a labdát. Tanje eléggé lemaradt emberéről. Nagy Gergő. King, Ignjatovics. Lassan megkezdődik az utolsó negyed óra, Ivancsics. Barát, kizuhan a játéktéren kívülre, szabadrúgás nincs. Ez viszont nagy hiba volt. Délceg, nagyon sokat birtokolja a labdát, de így is jó Kingnek. King teszi maga elé, éles a szög, elvállalja Brüliák, és aztán szögletre mentenek a védők. Be tudott lépni ott Farkas elét, csak nagyon-nagyon éles volt már a szög.
Brilliák kiüti a labdát, és aztán gyorsan reagálnak rá az egriek, méghozzá Mecsinovic lába villantott, ő rúgta ki az alapvonalon túlra a labdát. Ez lesz a negyedik honvéd szöglet. King, Barát. Visszarendeződik a honvéd, Tandia. Ivancsics. Védők mögé emeli be a labdát, Abbas lőheti rá, Brilliák kitolja, Fagyas, és kihagyja a helyzetet. Marad a 2-1. Nem egy, nem két honvéd játékos fogta a fejét most. Ezzel eldőlhetett volna pedig a mérkőzés. Itt van Ivancsics labdája, sikerül bejátszani a védők mögé, nem volt les, egyet pattan, Abbas rögtön rálövi, kitolja középre a kapus, pont Fagyas elé, aki pedig úgy lövi mellő, hogy talán még a kapufát is érintette a labda. Bavicevic lejön, és Pisanyuk áll be az egri csapatba, tehát megint előre cserél Simon Antal. Most már kockáztatnak az egriek. Édes mindegy, hogy 2-1 vagy 3-1 a végén, de a reményt, az esélyt meg kell adni az egyenlítésre, még 10 emberrel is. Ügyesen csinálta Kós. Kabele. Erőből belövi a labdát. King verte vissza ezt az akciót sikeresen. Ez pedig ott egy nagyon kényes területen történő labdavesztés volt. Fagyas gyorsít fel. 5 honvéd játékos, csak most már zárnak vissza az egriek is. King. Pontatlan volt a labda, mondjuk a fejes sem volt jó. Hidi. Hidi célozza meg, ballal a kaput, Brilliák. Újabb szöglet. Várható volt, hogy Brilliáknak lesz dolga bőven a második félidőben. Ez is bravúr volt a javából. Takarásban is volt a labda, pattant is előtte, sarokra is tartott, de kiütötte a kapus. ...78. perc, újabb Ivancsics szöglet, és szépen mozdult rá Abbas, megelőzve a védőket, de fölé ment a fejes. Nem sokkal. Még van egy csere lehetősége Marco Rossinak. Vernes Richard áll majd be, és a 9-es tábla pedig Délceg meze, illetve táblája, tehát egy újabb gólszerző hagyja el a pályát. És egyre közelebb most már a honvéd a 3 pont megszerzéséhez. Délceg növelte tehát a góljainak számát, most már 7 gólnál tart a bajnokságban. King várta, hogy dobhasson. Abbas elől fejelik el, Fagyas, pont ellenfélhez. Pisanyuk elé került a labda, King. Abbas egy ember elől el tudott lépni. Kós mellé ugrott, Pisanyuk. Saját labdájáért ment Pisanyuk. Szépen megmentette azt még Piller. És jó az indítás is, Kabele. Magas volt Farkasnak. Fagyas. Hát igen, nagyon-nagyon kitámad az Eger. Benne van, hogy kontrából kap egy gólt. King. Középre kerül a labda. Kovács, ha nagy hiba, meg is szerzi Vernes, meg is tartja, amíg jönnek a többiek. Vernes, Fagyas kéri el, hát ezt előnzőzte rendesen Vernes. Fagyas teljesen üresen ott volt középen. Nagyon elégedetlen is a honvéd 70-ese.
Piller. King kapcsolja le, nem volt kész melkassal, felső testtel ért hozzá. Fagyas, elég szorongatott helyzetben, de ki tudta játszani önmagának. Aztán át a bal oldalra, ahol ketten is üresen. Vernes mellette pedig jön Barát is a támadással. Vernes még mindig. Ivancsics. Az is jó játék a Honvéd számára, hogyha elidőzik most már az Egri térféle labda birtoklással. Ivancsics. És a labda birtoklás most elsődleges szándék a Honvédnál, hiszen már csak 10 perc van hátra a találkozóból. Hidi. Barát. Visszapattant hozzá szerencsésen. Ivancsics. Ignjatovics. King. Hidi. Előbb-utóbb följebb kell lépni az egrieknek. Ignjatovics. Eladogatnak, elpasszolgathatnak a Honvéd játékosok. Gondolják nekik, akár jó, ez 10 percig is, hogyha ezt játsszák. Tehát elég régen ért most már labdához Egri, Fagyas. Ivancsics. A Honvéd kap szabadrúgás, Balogh Zsolt szabálytalansága miatt. Nem tud labdát szerezni az Eger, nem tud támadást indítani, így aztán a hazai együttes. És már csak 8 perc van hátra a mérkőzésből. Ivancsics állítja a labdát a szabadrúgás elvégzéséhez, szinte minden pontrúgása az ő nevéhez fűződik a Honvédnál. Be a kapu elé Vernes, és ezzel dől el a találkozó. 3-1. Pár perccel ezelőtt tárt be Vernes Richard, és azt gondolom most tette fel az íre a pontot. Nagyon nagy szabad terület volt ott a kapu előtt, középen Vernes számára. Élt is a lehetőséggel, és azt hiszem Simon Antal is tudja, hogy itt elszállt a 3 pont. Esélytelen volt Brilliák. Emelkedik, és oda fejeli a labdát, ahova kell. Nem is tudott rámozdulni a kapus. Ezt tökéletesen megoldotta Vernes. Most már nagy az öröm a Honvéd kispadján is. Ez azt gondolom sorsdöntő gól volt. 4 gól, 4 különböző gólszerzőtől tehát. Farkas. Kabele nem éri el, akármekkora sprintet is vágott le. Kemenes állítgatja a labdát a mész csíkra. Aztán megint mutatja a védőinek, hogy menjenek bátran előre, nem fogja egyik oldalra sem kipasszolni. Kovács. Fagyas. Fagyas, megpróbálják elvinni az embereket Fagyas mellől. Fagyas, beállnak a lövésbe. King. Abbas szépen tette maga elé. Abbas lövi tovább, King igazít még egyet. King nem tudta két ember között ellőni. Szöglet. Hát most már tényleg inkább Bert Hadra emlékeztet az Eger ezekben a pillanatokban, mint harapós együttesre. Ivancsics igazít még egyet a labdán. Újabb helyzet alakult ki kis hián, de egy bravúros mozdulattal Kovács elfejelte. King.
Hidi kapja a labdát bedobásból. Ignjatovic. Bernes, illetve Fagyas. Barát. Fagyas. Megint eldugja a labdát a honvéd Tandia. Ignjatovic. Viszányjuk fejelte tovább, és megy a visszatett labdára. King azonban gyorsabbnak bizonyult. Kemenes. Ivancsics. Tabasz. Fagyas jól vette át. Az egriek úgy ítélték meg, hogy Fagyas bele ment az ellenfélbe, és ezért esett aztán keresztül Kovács Gáboron. A játékvezető más álláspontra helyezkedett. Egy erősen tartalékos honvéd vezette át 3-1-re, de azt gondolom, hogy itt a sorsdöntő momentum a találkozónak az első félidő végén zajlott, amikor is Nakal megkapta a második sárgáját, miután szabálytalankodott a 16-oson belül, és aztán azt a büntetőt Délceg értékesítette, így lett 1-1, és onnantól kezdve 10 emberrel játszott az Eger. Tehát az az 1-2 perces történés mindent eldöntött ezen a mérkőzésen. A második félidőben a honvéd pedig kihasználta azt, hogy ember fölényben játszik, tehát 11 emberrel játszik, 10 ellen. Ivancsics 3 percet fog hosszabbítani a játékvezető állítólag, Farkas. Piszányuk, közben már szabadrugás. Dobrics végezte el, de úgy, hogy amikor elrúgta a labdát, el is esett. Barát. Kemenes. Ignjatovic nem dajkálhatta, ellenfélhez is rúgta, Farkas. Hidi. És majdnem eljutott Abbászhoz. Piszányuk. Piszányuk még megmentette, aztán beleszálltott az ellenfélbe. Nagy Gergőt leterítette. Szabadrúgást hátra passzolta Nagy Ignjatovic, Hidi, Ivancsics, Barát, Tandiát, egymásra vártott a két honvéd játékos, majdnem a nevető harmadik vitte el aztán. Hidi. Ivancsics mögé megy az átadás. Kós próbálna meglépni, Ignjatovic elesik mellette. Csúszik, mászik a labdáért, de tovább tette Piller. Kós, Kabele. Vernes mellett cselezget. Kabele nagyon beviszi középre, ott, ahol a legtöbben helyezkednek. Végül ki tudta játszani balokhoz, Ignjatovic. Utolsó perc, legalábbis a rendes játékidőben. Kabele, Balog, Kemenes biztos kézzel lehúzza. Hát sok dolga nem volt Kemenesnek ezen a mai mérkőzésen. A másik oldalon Brüljáknak azért parádéznia kellett időnként. Barát. A második félidőben meg aztán végképp semmi problémája nem volt a kapuban Kemenesnek. Vernes nem talált el a labdát.
Hermes szögletet szeretne, kirúgás. És most a helyi műsorközlő is bejelenti, meg a tartalékjátékvezető tábláján is megjelent a hármas szám. Ennyi a hosszabbítás. Ivancsics kint állt kétségtelen a kapujából, Brüljak, de nem annyira azért, hogy egy átemeléses gólt ebből össze lehessen hozni. Kabele. King nagyon gyors, eléri a labdát. Ignjatovics, Hidi, Barát, érződik most már a felszabadultság, a nyugodtság a Honvéd játékában. Fagyas még mindig, egy picit hosszan tolta meg a labdát, így sikerült az egrieknek szerelni. Piszányuk indítása, Kós. És el is tudta lőni végül a labdát félfordulatból, de fölé. Lehet, hogy az utolsó puskaporát is ellőtte ezzel az egri csapatnak. Kemenes. Tandia. Kemenes. Hamarosan kezdődik most már ténylegesen az utolsó perc a Fáj utcában. Szépen szlalomozott ott Farkas a Honvéd védők gyűrűjében, és még mindig nála van a labda. Most már be kellene adni, beadja, biztosított Ignjatovics. Kemenes begyűjti a labdát. Mecsinovics másodszor is. Farkas. Hidi néz vele Farkas szemet. Kabelének mutatta Farkas, induljon az alapvonal felé. Csak hát észlelte ezt a jelbeszédet ott Barát is, úgyhogy ő is ment abba az irányba. Így nem tudta megjátszani az egri játékos a labdát. Hát itt már sok mindenre nem lesz lehetőség. Kemenes elvégzi a kirúgást, a játékvezető nagyon nézi az óráját. Előre rúgja még Barát, és ebben a pillanatban lefújja a mérkőzést Berke Balázs játékvezető. A Honvéd szurkolók tapsolnak, ünneplik a három pontot a 8. forduló után, amikor is 5-3-ra megverte a kapcsolatot.